nyár vége, ősz eleje van a kertben, és hát a magasbokrú kékáfonyának szeretném a lombozatát megmutatni önöknek. Ugye nagyon sokan nyilvánvalóan a nagyon finom terméséért vásárolják tőlem ezeket a növényeket, de hát igazából mindig azt szoktam mondani, hogy én azokat a növényeket szeretem, ahol nem lehet egyértelműen megmutatni a határt, hogy ő most dísznövény vagy haszonnövény, dísznövény vagy gyümölcstermő növény. És hát erre az egyik tipikus példa a magasbokrú kék áfonya, amelyet én a kertészetemben előszeretettel nevelek, illetve hát nagyon szeretem, amikor ugye ezt vásárolják tőlem, de leginkább azt szeretem, amikor utána küldenek fényképet, hogy tényleg hát ilyen két marékra szedték az áfonyát azokról a növénykékről, amiket tőlem vásároltak. És hát igazából amiért most ez a videó készül, az az, hogy megmutassam önöknek, azoknak, akinek még nincs esetleg magasbokrú kék áfonyájuk, hogy nézzék meg, hogy ahogy megyünk kifelé a nyárból, megyünk kifelé az évből, úgy nyár végén, ősz elején fantasztikus, vörös, bordós, barnás, de leginkább tényleg ilyen vöröses, barnás színekbe öltöznek át ezek a nagyon szép áfonyák. Most megpróbálok itt egyet fölemelni, ugye ezek általában ilyen hosszú szálat nevelnek, és hát látszik az, hogy amikor ez mondjuk így benn van egy sarokban egy ilyen növény, tehát ugye ilyen szép, magas, nagy növényeket lehet kapni nálam a kertészetbe, akkor ugye gyönyörűen, ahogy így a nap rásüt, szinte úgy a fény az úgy tovább siklik a levelén, és hát fantasztikus ez a színárnyalat. Na most természetesen ez is, mint annyi más növény, visszateszem ide, ugye már is látjuk, hogy nem ugyanazt mutatja, hanem sokkal többet, tehát éppen ezért általában érdemes azért áfonyából is azért legalább egy 3-5 darabot ültetni, és egy foltot, egy sarkot vagy egy sort kialakítani belőle a kertünkben, mert ezzel a fantasztikus lombszínnel fog bennünket megajándékozni. Tehát valami, ami hasznos, valami, ami terem, édeset terem, gyümölcsöt terem, és még dísznövényként is használjuk a kertünkben, ez a magasbokrú kék áfonya.